Bonyhád város minden intézményében jelentős feladatelmaradást okozott a koronavírus járvány. Hiába voltak késztervek a programsorozatokra, ezek mindegyikének új időpontot kell majd találni. Mindezek mellett az intézményi dolgozók nem unatkoznak, hiszen vagy a mindennapi teendőiket végzik, vagy a város egyéb tevékenységeiben nyújtanak segítséget. Innen költöztettük ki a régi folyóiratokat, illetve könyveket, és a szakraktárat ide fogjuk majd átköltöztetni. Tehát folyamatosan pakolunk. Mondja Selnagy Erika, a Solymár Imre könyvtár vezetője. Az elmúlt napokban olyan munkák zajlottak az intézmény falai között, melyeket a könyvtár nyitvatartási idejében szinte lehetetlen lenne elvégezni. Idén esedékes a teljes állományrevíziónk, amit nyárra terveztünk, ezt április 1-jével elkezdtük, előrehoztuk. A fertőtlenítést kollégáimmal az épületen belül végrehajtottuk, kiállításainkat, előadásainkat, vetélkedőket, versenyeket, ezeket lemondtuk, klubfoglalkozásokat felfüggesztettük, tanfolyamainkat pedig elhalasztottuk. A könyvtár legnagyobb rendezvénye ugye a háromnapos Völgységi Könyvfesztivál, amely idén elmarad. 2021. június közepén fogjuk megszervezni, megrendezni a jubileumi könyvfesztiválunkat. Pályázatoknak köszönhetően még tartalmasabb, még színvonalasabb, izgalmasabb programokkal fogjuk majd várni az érdeklődőket. Amíg a vészhelyzet fennáll, a könyvtár zárva marad, ennek ellenére az olvasók nem maradnak könyvek nélkül. Egy régi szolgáltatásunkat újítottuk fel, a könyvek házhozszállítását. Ez úgy működik nálunk, hogy a bonyhádi lakosoknak ajánlottuk ezt a lehetőséget. Heti kétszer szállítunk könyveket, hétfőn és szerdán. Az olvasók úgy kérhetik, hogy e-mailben, messengeren vagy telefonon nevüket, címüket megadják, illetve az online katalógusból tudnak válogatni könyveket, és max. 5 dokumentumot tudunk kölcsönözni. A könyvtár és a Vörösmarty Művelődési Központ dolgozói is segítettek abban az akcióban, mely Bonyhád virágossábbá tételét célozta. Emellett a műfáz dolgozói az intézmény környékén fellelhető padokat is újrafestik. A szakma pedig az őszre készül. Június 30-áig tudunk a programokról, illetve a programok nem létéről kommunikálni gyakorlatilag. Függőben volt ugye az utolsó bérletes előadása az intézménynek. Amikor beköszönt a járványügyi helyzet, akkor még azt gondoltuk, hogy talán májusban van remény ennek a megrendezésére, aztán kiderült, hogy nem. Éppen egy mai aktuális információ az, hogy szeptember 5-én lesz minden valószínűség szerint ez az előadás. A megváltott bérletek természetesen érvényesek, és a szólóban váltott belépőjegyek is, illetve ezek a jegyek, amennyiben nem megfelelő a tulajdonos számára az időpont, akkor az intézményben visszaválthatók lesznek majd, hogyha visszaáll a normál rend. A klubok élete is megszűnt gyakorlatilag az intézményben, ami gyakorlatilag a hétközi napjainkat jellemzi. Természetesen a kiállítások is, sok egyéb kisebb program. Ezeket igyekszünk majd mind pótolni, időpontmódosításokkal természetesen, hiszen az intézménynek hosszú távú terminusa van, nekünk már 2021-re is vannak lekötött programjaink, akár a kiállításokat tekintve is, de igyekszünk a most elmaradt alkalmakat későbbiek folyamán beilleszteni majd a normál helyzetben. A Völgységi Múzeum kiállításai is zárva tartanak. Az intézmény idejévi programtervének elemei is később kerülnek majd az érdeklődők elé. Nem marad el programunk. Gyakorlatilag, ami meg lett hirdetve ebben a prospektusban, az mind meg lesz, csak átütemezzük. Két olyan program van, ami végül is kiemelkedik a rendezvény sorozatból. Az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye elvileg június 27-én lenne. Valóságosan reméljük, hogy szeptember 26-án este lesz. Ugyanazokkal a programokkal, tehát lesz egy múzeumi mozi biztosan. Ez a vikingekről szóló múzeumi film lesz, illetve az Opera Slágerek címe egy koncert, élő koncert. Ezt annyiban ütemezzük át, hogy estére tesszük, tehát nem délutánra.
A másik program az, ami júniusban végül is lett volna, az a turisztikai fórum, amit átütemezünk a jövő évre. Június 27-én van ugye az utolsó programunk, ezt megelőzően két mozi lett volna. A Ferenc pápa filmet az decemberre tesszük, a másik mozit, a Raffaellót azt novemberre, és hogyha a júliusit is át kell jezni, akkor azt meg augusztusra. Tehát ezek a filmek, amik ebben a prospektusban szerepelnek, ezek mind meg lesznek, tehát idén le tudjuk zárni, hogyha így alakul a program. Ezen kívül van még június végével kezdődően egy nyári tábor, ezt áthelyezzük augusztus második hetére 14-től kezdve, hogy segítsünk egy kicsit ugye a szülőknek a gyerekek hát megőrzésében, tehát ez a nyári hát néprajzi tábor gyakorlatilag 6-12 éveseknek. Ezen kívül lett volna még egy régészet napja, ezt a szeptember 24-i filmvetítés napjára helyeztük át, és így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy minden programunk megvalósul, csak nem akkor, amikor eltileg kitűztük. A város legfontosabb eseményéről, a Tarka Fesztiválról még nem született végleges döntés. Ennek sorsáról a napokban kell határozni.